Énektanulással indult a Pótfarsangi Táncház a Nagykálói Szivárvány óvodában. A település mindkét tagóvodájában életre hívták a rendezvényt, melynek célja az volt, hogy a gyerekeket bevezessék a népdalok és a néptánc világába. A rendezvény az 5-7 egyesület pályázatának részeként jött létre. Márton Lászlóné néptáncpedagógus, a Közösségfejlesztés Nagykálóban című projekt koordinátora kérdésünkre elmondta. A gyermektáncházból egy rendszeresen életre hívott programot szeretnének, amelynek segítségével megismertetik és megszerettetik a gyerekekkel a népi hagyományokat. Egy kis néptáncos táncházat fogunk csinálni. A pályázat révén, Nagykáló közösségfejlesztésért, pályázatban az 5-7 egyesület révén sikerült lehozni ezt a kis, hát Széchenyi terves pályázat, és ezen belül minél több hagyományt szeretnénk megőrizni, feleleveníteni és továbbvinni, és ebbe tartozik egy ilyen táncház, amit szeretnénk az óvodába egy évben 2-3-szor megcsinálni a kicsiknek is, egy visszahozni azt a néptáncos társadalmat, ami annak idején nagyon élt, hiszen Nagykáló a néptáncosok fellegvára volt mindig. Milyen táncokat fognak most a gyerekek tanulni? Gyerekjátékokat fogunk csinálni, ami párba lesz, illetve hát inkább ilyen mozgásfejlesztés, mozdulatfejlesztés van, hát hiszen még ők kicsik, ők még nem táncolhatnak olyan nagyon, mint a nagyok. Ilyenkor szoktam elmondani, hogy ugye a kisbaba is először megfordul, utána felül, utána feláll, és csak utána szalad. Na most ugyanez történik a néptáncban is, mozdulatokat tanulunk népzenére, és mint mindenhol nagyon fontos a negyedes lüktetés, hiszen innen indul majd a néptánc, a ritmusképződés és sok minden. Az 5-7 Egyesület közösségfejlesztő programjaiból többek között megvalósult már virágültetés a Harangodon, Kukoricakaláka címmel hagyományok felelevenítése. Legutóbb pedig a Szilágyi István emlékházban a Kultúrházak éjjel-nappal rendezvénysorozathoz csatlakozva kézműves foglalkozást tartottak. Az óvodákban tartott pótfarsangi táncházak azonban az intézmény egy másik projektjéhez is kötődtek. Ugyanis a nagykálói Brunswick Teréz óvoda viseli a Kincses Kultúróvoda címet. Ez a program azt jelenti, hogy a tavalyi évben, 2017-ben intézményünk elnyerte az EMI minisztérium által a Kincses Kultúróvoda megtisztelő címet. Ez 3 évre szóló cím, ami azt jelenti, hogy a környezetünk kulturális értékeit megpróbáljuk a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazítva becsempészni a mindennapi nevelő munkánkba. A mai nap szép példája lesz annak az együttműködésnek, amely különböző közösségek, civil szervezetek között történik, és ma a néptánccal való ismerkedés lesz az egyik fő tevékenység. Nagy sikert aratott az óvodások körében a Közösségfejlesztés Nagykálóban című projekt és a Kincses Kultúróvoda közösen életre hívott gyermektáncháza.